Szerintem itt volt az ideje, hogy ők is coming out-oljanak, nagyon férfi a sztárok is coming out-oljanak, politikusok is coming out-oljanak. Neked volt már ebből problémát? Ért már téged kirekesztés? Voltam az interjúból. Nem volt ebből problémám, talán gyerekként vagy fiatal srácként volt problémám, de egyébként nem. Tehát én egy olyan világban mozgok, ahol ez a világ legtermészetesebb dolga. Minden évben kaptál díjat, most pedig csak díjat adtál át. Mi történt? Nekem az is elég nagy elismerés, hogy eljutottam egy olyan szintre, hogy már díjat adhatok. De egyébként ez tök jó. Most selfie-t szeretnénk csinálni. Igazi sztárparádé van itt a Glamour Gálán, mint mögöttem látszik, a By the Way éppen Palvin Barbarával szelfizik. Bandi mutat néhány vágóképet, aztán beköltözünk a ruhatárba, és megmutatjuk, hogy mi is történt itt ma este. Kivel készítetted el eddig a kedvenc szelfidet? Éva Longoria. Ő egy nagy kedvenced? Igen. Felnézek rá, még ha alacsonyabb is. És egyébként rád milyen karrier vár? Tehát hova van még följebb? Nagyon meleg van, mi? Nagyon meleg van. Még a Victoria's Secret Show-n egy pár szó végig szeretnék menni. Ennyi. Szóval nem haragszom, meg szeretném találni a barátnőmet. A ruhatár elől üdvözöllek benneteket, azért innen, mert benn olyan nagy zaj van, hogy olyan hangosan kéne beszéljek, hogy ti azt hinnétek, hogy részeg vagyok. Igazából a díjátadás az a szokásos sablon, Rákóczi Feri fönt a színpadon, és jönnek az emberek, és megfogják a díjat. Utána azt láttuk, hogy csinos lányok mindenféle ruhákban jönnek, mennek a kifutón, de ebből nincs nézettség, nincs anyag, viszont történt valami, ami már nagyon régen. Szekeres Nóra, a harmadik gyermeke megszülése után eljött újra egy celebbuliba, és nagyon édesen beszélgettünk vele, miközben ott volt Hien is, és azt hiszem, hogy Nórival Hient valamilyen módon örökbe fogadtuk. Ez megint egy nagy mega pillanat, ugye? Az... Mega bocsánat, most nagyon gonosz leszek, de... Nosztalgiázunk. A szüleid lehetnénk. Oké. Okay. Nagyon korán kezdtük volna. Persze nem csak a megasztárról beszélgettünk Nórival és Hiennel, hanem ha már eljött, akkor megkértük, hogy mutassa már meg mindenféleképpen a legkisebb babáját. Nóri, mesélj nekem, milyen a baba? Tündéri. De tényleg egy tündér, csak ennyit tudok róla. Tudsz mutatni fotót? Hozzájárulsz, hogy bemutassuk ezt a fotót? Mert tudod, most már törvényileg meg kell kérdeznem. Várjál, mutatok róla még egyet, amit csak ő van. Ezt beleegyezésnek vettem. Jaj, de gyönyörű. És mi a teljes neve? Alexander. Ennyivel nem ússzátok meg, tehát ennyi cukiság után most jöjjön némi hűlés. Egy nagyon klassz társaságba keveredtem itt a Glamour Gálán, ugyanis belefutottam Kisorsiba, Áronba, Rákóczi Feribe és Garami Gabiba is. Szájra adott pucit Orsi Áronnak, ti jártok. Mit láttál? Nézd vissza, mert! De a számra ment, így történt. Mind a kettőre kaptam. Ez maga a fertő, ahol vagyunk. Gábor, meg akar szólalni? De én nagyon irigylem őket, illetve leginkább az Áront irigylem, hogy ő együtt dolgozhat az Orsival, és hogy gyakorlatilag szájra csókot is kaphatott. Most nincs valami az Orsi meg az Áron között? Olyan közel álltak egymáshoz. Igen, ez Áronra nézve hát nyilván nem egy túl szép dolog, de szerintem is így, mert ők így állnak, tudod? És azért, de jó, hogy észrevettem, én is múltkor mondtam, hogy gyerekek, ti úgy álltok. Az elmúlt hetekben ketten is úgy döntöttek, hogy a Blikben coming out-olnak, azaz nyilvánosan is vállalják másságukat. Először Kulka János, majd Alföldi Róbert vallotta be szexuális másságát. Most pedig itt a Glamour Gálán Magyarország egyik legmenőbb modellmenedzsere, Kajdi Csaba vallotta be kameránk előtt, hogy ő bizony az éjszakákat fiúkkal szokta tölteni. Következzék Csaba és az ő coming outja, amivel kiütötte Tóth Gabit egy interjúból. Szép vagyok, Kendőd. Jaj, köszönöm szépen. Miben? Azt hittem, hogy mérges vagy. Ja nem, csak kihúzták a bölcsesség fogamat. Nagy bölcsességed. Nagy bölcsességed, de tényleg, mert ne arra, hogy Gabikám. Csaba. Nyertél, nem nyertél, te megnyerted az életet. Figyelj, most coming out-ok ideje van, nem? Semmi? Miről beszél? Hát a Alföldi is, meg a Kulka János is coming out-olt a Blik címlapján. Mit szólsz te ehhez? Szerintem itt volt az ideje, hogy ők is coming out-oljanak, nagyon férfi a sztárok is coming out-oljanak, politikusok is coming out-oljanak, és lássuk azt, hogy az az érték, amit teszünk a világban, nem pedig az, hogy kivel vagyunk az ágyban. Neked volt már ebből problémát? Ért meg téged kirekesztés? Voltam az interjúból.
nem volt ebből problémám, talán gyerekként vagy fiatal srácként volt problémám, de egyébként nem. Tehát én egy olyan világban mozgok, ahol ez a világ legtermészetesebb dolga. Én most már olyan jól érzem magam itt a ruhatár előtt, mint a befőtt a Spice-ban, lehet, hogy ide is fogok költözni, de az biztos, hogy így a végén megmutatunk nektek egy anti-interjút SP-vel, aztán utána megyünk mi is aludni. Csajok? Csajok. Vannak? Vannak, igen. Néha ébrednek melletted? Előfordul, igen. Szóval Horváth András és Körmendi Gábor tudósította a Blikket meg az X-News-t az idei Glamour gáláról. Nagyon jó volt.